Nem, ezt gondoltam, hogy így leveszem egy adott ponton, ja, értem, hogy lesz a beszélgetés. Ja, értem, bocs, értem a kritikát, így a nem tudom hányadik percben, nyolcadik percben. Nem, hát hogy én nem, hogy hetedik. Felvállalom a problémáimat, talán itt tudnám értem, mondani, értem, hogy nem rejtem véka alá, nem csinálok úgy, mintha vékony lennék, mert tudom, hogy kövér vagyok, úgyhogy ezért ehhez képest is magam. Én vagyok ugye a legfontosabb, nekem két gépem is van. Igen. Sőt, ebben nincs gépte. De hol szól a tokod? A két gépen és egy tokod. Igen, igen, és itt van még egy. Te a pocsolyába? Ne haragudj, arrébb menjek. Jó, oké. Okay. Ne haragudj, passzod. Látsz? Na beülsz, akkor se biztos. Igen. Hátra dobod ezt, vagy itt? Igen. Jó. Okay. Hát itt ez a retikulám, úgyhogy. Ja, jó, igen, kis. Minden finom is. Na, menjünk. Jó. Hello. Szia. Mi most találkozunk először, és én nagyon örülök. Tényleg, mert már bőven Angelika hapatron előtt már fan voltam, úgyhogy nem tudom például, hogy mennyire hoz téged az zavarba, hogyha így rajongóval találkozom. Nem fogok rajongni végig. Jó, az jó. Jó, megköszönöm. Jó, csak gondoltam, elmondom, hogyha ilyen nyomokban felfedezhető rajongás, az nem véletlen. Na, szóval. Hát köszönöm, zavarba ejtő, igen, mindenképpen, de most már elég jól viselem. Angelika óta ez azért szintet lépett ez a sztori, nem? Tehát, hogy azóta más, gondolom más korosztály is, meg valahogy más a merítés is az ismertségedben, vagy a közönség kapcsolat is, minősége is talán más. Legalábbis én azt vettem észre, miután tévéből átléptem a YouTube felületre, hogy ott azért, tehát hogy teljesen más az élmény, vagy van egy ilyen közvetlenebb kapcsolat. Igen, meg hát egy nagyobb nézőtábor, mint ami igen, mondjuk egy színház kapcsán. Hát pláne alternatív független színház, ahol te megfordulsz. Úgyhogy igen, sokkal többféle ember szólít meg, meg igazából nagyon jók a kommentek, amik a videók után lehet olvasni, hogy abból látszik, hogy tök jó fejemberek követik ezt a csatornát. Egy nagyon szellemes hozzászólások vannak magukhoz a témákhoz. Ugye igyekeztünk olyan témákat válogatni, ami egyrészt az influencerekre jellemző, tehát az utolsó videó az, ami van a táskámban. Ezt pont láttam, igen. De az például egy kommentben korábban felismerült, hogy kéne ilyen mi van a táskádban videó, mert ez egy annyira klasszik influenceri mű. Na hát igen, műfa. Tök jó, hogy ezt mondod, mert ezt például pont ezért is tényleg? Tettük bele, úgyhogy köszönöm szépen annak, aki ezt írta. Tehát igen, erre is figyelünk meg, hát olyan témákat, ami minket is érdekel, és tényleg egy kicsit valahogy úgy értelmesebben, elgondolkodóban vetjük fel ezeket a témaköröket. Mi ezt egyszer mondtad valahol, hogy nem paródiának szántátok, tehát hogy nem az influencer világ paródiájának szántátok, de mégis sokan úgy veszik, vagy úgy olvassák, hogy ez, vagy úgy nézik, hogy ez egyfajta görbetükör is. Tehát, hogy ez ellen mennyire tiltakoztok most, már nem tudom hány videóval később? Ez nem paródiának szánt, sőt, kifejezetten vigyáztunk arra, hogy, mert ugye az influencerek egy része ilyen vélemény megmondó, kritizáló hozzáállással beszél dolgokról, ami szintén egy lehetőség, de mi szerettük volna azt, hogy inkább egy tehát maga az Angelika Hapatron, ő egy kis figura, aki egy ilyen furcsa, picit olyan esendő, néha kicsit bugyutának mondható, de mégis egy szerethető figura, legalábbis ezt szerettük volna megteremteni, aki segíteni próbál az embereknek, meg mindenkinek abban, hogy a szorult élethelyzetekben, hogy ne féljenek, hogy megtalálják, hogy mi a helyes irány, és hogy igazából bármi rossz, ami velünk történik, az nagyon jó. Igen, hát én ezt értem, igen, és tényleg ilyen, és alapvetően egy tök pozitív
arc van, teszek neked egy kis levegőt. Nem, ez így jó. Így jó, szólj, hogyha meleged. Nem, ezt gondoltam, hogy így leveszem egy adott ponton, ja, értem, hogy lesz a beszélgetés. Ja, értem, bocs, értem a kritikát. Így nem tudom, hányadik percben? Nyolcadik percben? Nem, hát, hogy én, nem, hogy hetedik. Értem, értem. Nem, figyelj. Jó, jó, emeljük egy kicsit, hát lehet én is még a végére. Beszéltünk össze. Szóval, hogy igen, de közben valahogy én mégis azt érzem, hogy az emberek, mint hogyha ki lennének, vagy ki lettek volna a ti megjelenítésetek előtt éhezve valamire, ami mégiscsak egy picit máshogy fogja meg ezt az egész influencer kultúrát, és az Angelika Habpatron jelenség pont ezt csinálja, mert hogy úgy van egy ilyen telítettség érzése az embernek tényleg fogyasztóként, médiafogyasztóként, hogy most már mindenki influencer, mindenki mindent megmond, és mindenki mindenhez ért. Igen, és Angelika Habpatron is. És ő is ért mindenhez. Igen. És hogy ez valójában nem baj, meg hát mindannyian értünk úgy végül is egy bizonyos szinten mindenhez. Csak de legalábbis véleményünk van róla. Igen. Yeah. Hát igen, mondjuk egy ezt szoktam mondani néha rendezőkkel kapcsolatban, hogy régebben. Jó, mindegy, most nem mondom. De mondd már. Hát ez olyan, hogy mondjuk te, hogy azt gondolod, hogy te rendező vagy, meg minden, én meg nem gondolom azt, de ez kb. Hogy bemennék egy ilyen hentesboltba, összeviszelkezdeném ott kaszabolni a combokat, meg hátszíneket, meg minden, és tehát a hentesnek felállna a szőr a hátán, meg hogy mit csinálsz. Mit csinálsz? Tehát, hogy igazából mindenki saját magához képest ért a dolgokhoz. Az Angelika jelenség mögött van egy egész team, tehát egy egész csapat, nem? Tehát, igen, hogy ugye nem egyedül csinálod, és most ott arra fele tartunk, úgyhogy azért nem akarok abba például belemenni, hogy ki mit csinál, meg ki hogy állnak össze a videók, mert hogy reményeim szerint párokkal találkozni is fogunk. Viszont az tökre érdekel, hogy az a jelenség, ami ő lett, az mennyiben tartalmaz Stefanovics Angélát, és hogy te hogyan vagy vele, tehát hogy te, neked milyen a viszonyod vele? Tehát van-e, hogy azt mondod, hogy ez már nekem is sok lenne? Hát vannak ilyen ízlésbeli különbségek, tehát Vég Zsolt volt, akinek igazából a fejből az kipattant, hogy milyen jó lenne ezt a rést betömni valahogy, vagy hogy ott látott egy lehetőséget abban, hogy a színház, színészek, művészet, film, és hogy van ez az influencer jelenség, a YouTube, meg egyáltalán az internetes platformok, és hogy milyen jó lenne, hogy ide becsempészni valami fajta értéket, vagy valami mást, tehát ugyanezekkel az eszközökkel, és ő gondolta, hogy az én személyiségem az valahogy hidat tudna verni a kettő közé. Szóval valóban vannak hasonlóságok köztem és Angelika között, és hát persze az ötletek, amiket kitalálunk, abban is alapvetően ezek nem megírt dolgok, hanem megbeszéljük, kitaláljuk, hogy így mi lenne jó, és akkor hát vannak ilyen vázlatpontok, amiket el fogok mesélni a saját szavaimmal, például a Schrödinger macskájáról. Igen, a kísérlet. Való kísérlet, igen, ami nagyon izgalmas. Akkor jó egy videó, hogyha, mármint egy ilyen habpatronos videó, hogyha ennek a szélén táncolunk. Uh-huh. Tehát, hogy se nem egy véleménymondó, és igazából mégsem egy ilyen bugyuta dolog, hanem egy ilyen szellemes és némi filozófikus elgondolkodható dolgot magába rejtő produktum készül, akkor boldogok vagyunk. Vannak olyan videóid, amelyek meg egészen személyesek, például a gyerekkorodról szóló, amikor meg is mutatod a házat, a panelházat, akkor a kicsit beszélsz a szüleidről is, de úgy, én úgy tudom, hogy az ráadásul rólad szól az a videó, az a bizonyos, amiről el szabad most árulni? El szabad árulni, de igazából úgy voltunk ezzel, meg ugye mi a Vég Zsolt, Kálmencé Zolival néhány filmet is készítettünk, és úgy írjuk ezeket a filmeket és forgatókönyveket, hogy sok saját élményt használunk fel ebből, és aztán az összekeveredik egyik kitalációval. Tehát az részben persze tartalmaz saját életrajzi elemeket, de azért nem teljesen. Például az nem az a panel. Az nem az a panel. Például. De az valóban így van, hogy a szüleim sportolók voltak mind a ketten, és a tatai edzőtáborban ismerkedtek meg. Igen. És hogy
apukád anyukád után futott konkrétan. Nem, az nem. Az nem igaz. Nem, nem, de most de jó. Az igaz, hogy az édesapád súlyemelő volt. Igen. És a moszkvai olimpián hatodik lett. Tehát, hogy ez egy, valóban, hó, ez egy konkrét, ez egy konkrét, ez egy konkrétum az életedből, és ez most nem Angelika, hanem te. És akkor mesélj anyukádról vele. Anyukám, hát ő egy nagyon temperamentumos nő személy, ő pedig futott. Egyébként futó volt, és neki az volt a, hát nem a tragédiája, de középtávon futott, kisebb nálam, és találom, hogy 155 centi vagyok ő kisebb, és gátazott középtávon, és az ott minden... Az úgy egy szép kihívás. Igen, de ezeket szereti, és úgy... Nem egy lépésből vette a gátat, hanem kettőből, úgyhogy ő így ezért olyan nagyon, azt hiszem, hogy országos hatodik volt. Uh-huh. Tehát akkor ő is ez magas szinten. Igen, igen. Saját technikával. Igen, igen. De mert gondolkoztam abban, hogy apukád, azt utána néztem, és hogy ő úgynevezett lepkesúlyban súlyemelt, igen, aminek a 56 kilós, tehát hogy ő sem volt egy nagy darab. Hát ő akkora, mint én. Tehát akkor ti egy ilyen pici? Tehát, hogy a te termeted, az gyakorlatilag ebből. Igen, most egy tavaly hazamentem anyuikhoz, ő Békés Csaba mellől származik, és akkor a vasútállomásra, hogy kijött a keresztanyukája, akkor a nagybátyámék, unokatesom, és így meglepődve vettem észre, nagy önbizalom ittosan, hogy én vagyok a legmagasabb a családban. Gratulálok! Na jó, mert hogy ugye a termeted az állandó téma, legalábbis azt nézem, hogy ami, ahol, tehát hogy gyakorlatilag beletesz téged azért egy, tehát keretek közé rak téged az, hogy fiatal a hangod, hogy a fizimiskád, most ezt el lehet árulni, mert felelhető nyilvános adat, hogy 42 éves vagy. 40 ugye? Éves vagyok, de... 40 éves vagy akkor? Igen, igen, mert rosszul van fönn a nekem, de nem javítottam ki. Végülis már az egy-két év az olyan mindegy. Szóval 40 éves vagy, de hogy, és de tavaly... vagy tavaly előtt Pintér Bélánál még mindig 11 éves, ugye az anya szeme fénye darabban, igen. Egy 11 éves gyereket játszol, és azt látom, hogy ez valahogy állandó egy ilyen rácsodálkozós kérdés sort szül minden egyes interjúban, hogy de hát ezt hogy, és hogy ezt meddig, és hogy stb. Stb. Miközben téged ez annyira talán nem foglalkoztat, vagy? Vagy hol van ez benned? Hát igazából színpadon ugye könnyebb helyzetben van az ember, mert a néző kap valamit, és akkor azt ugye a tizedik percben elfogadja, hogy én gyereket játszom, és hát nyilván igen, alkati adottság is az, hogy úgy alacsony vagyok, meg úgy szokták mondani, hogy van valami gyerekesség a lényemben, vagy ugye a személyiségemben, de hát azért ez most már nagyon távol van, de hát tényleg 40 évesen. Viszont abszolút nagyon sokáig, szóval ilyen 30 éves korom még simán elkérték a személyigazolványomat, hogyha mondjuk alkoholt vásároltam, vagy ilyesmi, abszolút. A főiskolán azt mondta a Kornis Mihály. Ezt akartam beidézni, de most ezt, igen. Mondta. Egy hullámhoz, mondjuk. Azt mondta Kornis Mihály, hogy én nem tudom, azt hiszem 30 éves koromig gyerekeket fogok játszani, vagy 40 éves koromig, és utána pedig nagymamákat. Úgyhogy hát ez a sors már rám. Na ezt akartam kérdezni, hogy ez hogy érint meg, hogy akkor most van az, hogy azt mondta, hogy azt hiszem a 40-es számot mondta, legalábbis az én olvasatom szerint, és hogy akkor most lenne ez a váltás, de akkor legalábbis Béla, Pintér Béla még nem érzi, úgyhogy ennek van itt az ideje, hogy akkor nagymama szerepek. Hát amúgy már ez elért, mert elért? Például a Tóth Feri című darabban, amit a Kárpáti Péter rendezett, ott ugye egy öreg asszonyt játszom a darab elején, egy ilyen nagyon vénséges, koldus, szegény öreg asszonyt, és a darab végére megfiatalodom. Tehát, hogy ott meg egy fiatal menyecskét, vagy egy fiatal szülőnőt alakítok. És egyébként benned az időmúlása, az... Tehát foglalkoztat, hogy? Foglalkoztat, nagyon foglalkoztat, iszonyú hiú vagyok, nagyon nehezen viselem, hogy öregszem, a kilóimmal állandó problémáim vannak, tehát igen, nagyon... Tényleg? Igen, abszolút, tehát most is, tök kövér vagyok. Ez
Két ellent van. Azért figyellek, mert hogy van, aki ilyenkor mi ezelőtt a műsor előtt, ezt már elmondtuk a nézőknek párszor, úgyhogy azért nem árulok el titkot, hogy felszoktuk hívni a ismerősöket, ha van, akkor családtagot, stb. Hogy egy picit így megkérdezzük a benyomásokat az interjúlányról, és például rólad ketten két teljesen ellenkező dolgot mondtak ezzel kapcsolatban. Egyikük azt mondta, hogy tényleg vannak ilyen önértékelési problémáid, és hogy tényleg zavar tehát hogy a súlyoddal foglalkozol, stb. A másikuk, aki szintén közel áll hozzád, meg azt mondta, hogy ez csak a te stand-upod, saját kis személyes stand-upod, és ezt csak úgy csinálsz, mintha. Na most akkor mit higgyek el? Hát nem tudom, most ezt zavarba hoztál, meg tényleg, hát nem tudom, mit mondjak. Hát olyan sok minden, tehát nincs rajtam leszorítós bugyi. Igen, jó, köszönöm. Meg kövér sem vagy. Igen, annyira kövér sem vagyok, de hát igen, ez egy ilyen kettősség bennem. Hát felvállalom a problémáimat, talán így tudnám mondani, hogy nem rejtem véka alá, nem csinálok úgy, mintha vékony lennék, mert tudom, hogy kövér vagyok, úgyhogy ezért ehhez képest viselem magam. Jó, akkor menjünk ezen a trekken tovább. Szóval, hogy a rendszer ellenesség, vagy legalábbis a dolgok ellenébe való menés, az mióta van benned, vagy mióta van benned tudatosan? Nem tudom, hogy nincs bennem szerintem az kifejezetten, hogy én a rendszerek ellen menjek. Valahogy az egy ilyen adottság, ez a lázadás. És hát ezzel volt már gond középiskolában is, de például otthon nem volt velem semmi probléma. Úgyhogy anyu nagyon összetörten ült ott a fegyelmi tárgyaláson egy külön ilyen padba. Egyedül körülötte ilyen félkörbe az egész tanári kar, meg ilyen gyerekvédelm is, meg és ült ott szegény nálam kisebben, és azt mondta, hát ő nem tudja, hogy az Angélával mi van, mert otthon nincsen vele semmi baj. Hát, amióta ide jár, nézzék meg, úgy le van fogyva, meg nem tudja, de otthon nincs vele, és azt tudja, hogy szokott késni, nem tudja. Hogy miért te van vele, te meglepődött, hogy az iskolában, aha. Gondolt velem, de nem is tudom, hogy ez a lázadás. Nem is tudom, hogy a lázadás a jó szó, bár a Vég Zsolt azt mondta, aki ugye veled ezer éve ismeritek egymást gimnázium óta, ahol te még oda jártál, ő meg már színművészet is volt, amikor először? Igen, drámatagozatosba jártunk mind a ketten, és aztán egy másik suliba, de hogy igen, ennek révén találkoztunk. Na, és ugye azt most már lehet tudni, hogy ti egy időben szerelmes pár is voltatok, de gyakorlatilag alkotótársak vagytok, stb. Na, de hogy ő azt mondta, hogy ott, amikor az első találkozás volt, ő neki az volt róla a benyomása, hogy egyrészt egy ilyen véleményvezér vagy, csak akkor még nem ezt a szót használtuk rá. Másrészt meg hogy egy lázadó, egy ilyen igazi lázadó. Igen, valahogy az biztos, hogy így volt, hát kiz is zártak az iskolából végül is. Hogy ez lett a sztori vége? Hogy igen, kizártak. Mit csináltál? Azt el lehet mondani? Igazából az volt, hogy a fél osztálynak fegyelmie lett, mert mindenkinek Snellendre volt a házi orvosa. Oh, és ki előszeretettel osztogatta az igazolásokat? Igen, igazából lett egy pecsétünk ott így osztályszinten, és akkor ebből lett a nagy balhé, és hát ugye volt négyen voltunk, akik ilyen nagy vezérek voltunk, három fiú meg én, akik hát több mindent elkövettünk, szünetbe kimásztunk az iskola tetejére, ez az Andrássy úton volt, tehát ez nem egy ilyen alacsony épület, és akkor ott így kiabáltunk, meg nem tudom, ablakokat törtünk be. Igazából talán az lehetett a nehézség, ez egy élelmiszeripari iskola volt, és mi voltunk a második évfolyam ezen a drámatagozaton, és az ottani pedagógusok nem igazán voltak felkészülve 26 exhibicionista kamaszra. Aha, a szakközépben. Igen. Aha. És voltak olyan tanárok, akik nagyon jól kezeltek minket, nagyon jól bántak velünk, szerettük is őket, de fegyelem is volt. Például a matematika tanárnő, amit tényleg hát az osztály háromnegyedéből így hódbuta volt, de mégis ő nagyon erős fegyelmet tartott, és nagyon szeretett minket, és mi is őt. Uh-huh.
De hát, ez tisztelet kérdése is, nem, hogy ki tudja, vagy meg tudja szolgálni egy pedagógus a tiszteletet, amit meg kell szolgálni. Úgyhogy ez okozhatta a nehézséget, és hát igen, a hangadók között voltam. Meg nagyon erősen kritikus, meg azt gondoltam, hogy nekem van igazam általában mindenben, és ezt így hangoztattam is. És egyébként csomószor igazam is volt. És tényleg. De azóta már annyit okosodtam, hogy egyrészt nem biztos, hogy mindenki kíváncsi erre, másrészt pedig azért vannak másféle okai és bizonyos dolgoknak. Tehát az, hogy én ezt így gondolom, és az én szempontomból ez igaz, az úgy nagy általánosságban egyáltalán nem, sőt, nagyon tapintatlan és ostoba dolog. És így, hogyha egy ilyen erőfelényben van az ember, vagy hogy van egy ilyen nagy, nem tudom, ilyen karizmatikusság egy osztályon belül, akkor ezzel nem biztos, hogy így kell bánni, mert ez nagyon felelősség. Igen. És ez maradt egyébként a színművészeti főiskolán is, ez a fajta vezérséged? Vagy ez az attitűd? Azt nem tudom, de a szókimondásom igen. Benedek Miklós volt az osztályfőnököm, és azért ott negyedikben már elég erőteljesen volt ilyen, hogy úgy szólt, hogy ezt mondta, hogy valamit akartam mondani, és azt mondta, Angie, helyedre! Mint egy kis kutyához. Jó, igen. Tehát ott is voltak ilyenek, akkor a Gálfi tanár úrral voltak ilyen összetűzések, hogy valamit ki. Hát ő aztán így másodikban mondta is azért az egyenkénti értékelésen, hogy ne is járják be az óráira, mert engem nem lehet tanítani. De hogy ennyire? Hát igen, de ez inkább ilyen pedagógiai dolog volt. És bejártál utána? Most, hogy azt mondta, hogy ne is járjál be? Persze, bejártam. Igazából az ott, hogy így jól leteremtsen, igen. És ott így könnyeket visszafolytva, hogy ültem, mert ilyenkor azon, hogy egyenként behívják a diákokat, és akkor elmondják, hogy így mi van veled, meg hogy így egyébként hogy kéne viselkedni. És így ültem, tök ideges, és ez a tehetetlen düh, így mondtam volna, hogy de, hogy így, meg úgy, és hát persze bejártam, sőt, aztán később játszottam is együtt vele, pár színészként, tehát azért az egy egészen más minőség, meg abból így kiderült, hogy azért kedvelt engem. Ez egy pedagógiai fogás volt, és Miklóssal is játszottunk együtt. Aztán. És milyen, amikor az ember később a tanáraival áll színpadon? Mesélj meg egy kicsit erről a lelki helyzetről. Hát nekem nagyon-nagyon jó volt. Már nyilván akkor, hogyha az ember frissen végzett, és úgy kerül partneri viszonyba a tanárával, az talán nehezebb, de nekem egy pár év eltelt, és olyan nagyon jól eső érzés volt, hogy ők így kollégaként kezelnek, és olyan büszke voltam magamra, úgy nagyon örültem, meg szerettem volna egy megfelelő, hogy jól csinálni a dolgomat, hogy lássák, hogy azért érdemes volt velem bajlódni. És kinek a véleményére adsz most ma így felnőttként, így 40 éves felnőttként? Hát nagyon sok mindenkire. Annyiban változtam, hogy érdekel az, hogy másoknak mi a véleménye, és sok mindenkit megkérdezek. Nagyon sok olyan barátom van, aki nagyon okos, és sokkal okosabb bizonyos területeken, mint én, és akkor tök jó, mert őket csak így meg kell kérdezni, kiválogatom belőle azt, ami szerint. Amivel egyet értesz. Igen, és akkor abból úgy összerakom. Aha. Tehát megsporolok ezzel például gondolkodást. Ez tök jó, mert ez nagyon fárasztó dolog a gondolkodás. Igen. Minek az? Meghallgattam, talán tavaly voltál a Klubrádióban Gál Völgyinél beszélgetni, és számomra nagyon, egy picit talán mókás is volt, ahogy ő próbált téged már-már győzködni arról, hogy hogy az igazi színház színészként, vagy az igazi színházi élmény, amikor az ember alkot és előadó művész, az az, amikor bemész egy nagy kőszínházba, és vörös bársonnyal vannak bevonva a székek, és arany szegélyek vannak a karzaton, és a többi, és a többi. Szerintem ő azért kérdezgette ezt annyira, mert valójában ő nagyon szívesen játszana ilyen helyen, és ezt ő el is mondta, hogy a Pintér Bélánál olyan szívesen játszan egyszer egy darabban. És sokan elmondhatják a ti szakmátokból, hogy szívesen játszanának ott. Meg nagyon szereti is az előadásait, tehát hogy a János abszolút jár ilyen helyekre, vagy ilyen előadásokra.
azért én egy közszínházba kezdtem, ami a Budapesti Kamaraszínház volt. Bizony, 10 évet lehúztál közszínházban. Igen, és az egy picit egy ilyen kirekesztett színház volt a budapesti színházak között. És hát én ott nagyon sok mindent tanultam. Lényegében ott tanultam meg a szakmát, mert ugye az ember jár az iskolába, ott úgy tanulgat, de hát mégiscsak a gyakorlatban tanulja meg, és... Persze előtte meg voltak a kis filmjeink, amik meg inkább ez az alternatív, igen, független vonal. Úgyhogy nagyon jó volt visszajönnöm ide a függetlenségbe, az alternatívok közé, Pintér Bélához, ami hát szerintem így életemnek a legfontosabb 10 év, szerintem azt hiszem, ott is 10 évet volt. Az hogy kezdődött? Mert oda, én úgy tudom, hogy oda úgy gyakorlatilag bekönyörögted magad. Igen, ez történt. Ugyanis az Enyedi Évi szült, és kellettek helyette a darabokba emberek, és Évi ajánlott Bélának, hogy szerintem lehet, hogy én jól lennék az őrült orvosba, és akkor Bélának is ez megtetszett, ez az ötlet, úgyhogy beugrottam helyette. És én hát ugye régulról is ismertem őket, meg hát majdnem egyidősek vagyunk, valamivel több, de hogy, tehát, hogy abszolút jártam az előadásaikra régen, meg ismertem őket, ott az egész szkénét, a Arvis Júránban is láttam előadásokat, és akkor hát mondtam Bélának utána, hogy én nagyon szeretnék játszani náluk, és hogyha van rá lehetőség, hogy akkor szóljon, és mondta, jó, persze. És akkor utána még mondtam neki, és aztán eljött egy pont, amikor azt éreztem a Kamaraszínházban, hogy én innen most szeretnék elmenni, és megkérdezem a Bélát, hogy számít-e rám a következő előadásba, tehát a jövő évadban levő darabjában, mert akkor eljövök, és akkor megkérdeztem tőle így kerekperec egy előadás után, és akkor mondta, hogy igen, úgyhogy 2 nap múlva úgy mentem föltárgyalni a Szűcs Miklóssal, aki nagyon... jó fej volt velem. Igen, kiengedett. Igen, ő azt mondta, hogy ne menjek el, hanem menjek ki, és nézzem meg, hogy milyen. És hogyha olyan, akkor menjek el, de hogy szerintem maradjak. Még ők el fog engedni, ha utazunk is bármi. Úgyhogy én neki is nagyon sokat köszönhetek, elég jó fejigazgatóim voltak. Téged egy nagyon szabad szellemnek látlak, és talán a lázadóból ez lehet, hogy lett egy ilyen nagyon autonóm valaki. Olyan jól megfogalmaztad ezt, mert szerintem a lázadás az nem is feltétlenül jellemzőre, hanem ez a szabadság. Igen, ez a szabadság, ugye szabadon élek, vagy vagyok, és talán ebből adódtak ezek a lázadásnak nevezett problémák. Hát ez, de abban az életkorban ez tök oké. Tehát, hogy mikor lázadjon az ember, ha nem 10-20 évesen. Na, de hogy azon gondolkozom csak, hogy én úgy tudom, hogy Pintér Béla például ugye azért nagyon, tehát hogy ott kottából kell játszani, tehát hogy őnek ilyen nagyon határozott elképzelései vannak arról, hogy mit szeretne látni. És hogy valaki, aki ennyire szabad és autonóm emberileg is, meg művészileg is, hogy tud betagozódni egy ilyen munkafolyamatban. Tehát hogy te hogy reagálsz arra, hogyha nagyon megmondják, hát... hogy mit, hogyan? Bélával mi nagyon jól dolgoztunk együtt egy ideig, és aztán azt hiszem, hát most megmondom, hogy én most idén eljöttem. Tényleg? Most igen. Lettél társulati tagot? Vagy ilyen tiszteletbeli társulati tag? Igen, de valahogy úgy alakult, azt éreztük, hogy most, tehát nem kizárt, hogy dolgozunk együtt, de hogy azt éreztük, hogy most egy picit így kell. Mégse. Igen, és azt hiszem, hogy talán ebből adódott az, hogy egyszerűen kell, hogy kicsit el kell engednünk egymást, hogy az a fajta ilyen öntörvényűség vagy furcsa, hogy nagyon nehezen tudok betagozódni, beilleszkedni, nem is tudom, hogy jó szó ez, tehát hogy igen, nehezen illeszkedek be, vagy tudom azt csinálni, amit így muszáj, így kötelező, de közben pedig nagyon, ez nagyon előre vitte Bélával a közös munkát. Aha. Mindig, mert ő hozza a megírt anyagokat, és azt viszont én szabadon megtölthetem. Tehát, hogy az így szabadon az enyém lett, és ezt viszont ő szerintem nagyon szereti. Aha. Úgyhogy ezért is alakult ki egy ilyen furcsa, ilyen héjanász a zavaron. Igen, ez is akkor ilyen kettős viszont. Igen, mert néha iszonyatosan idegesítem, és mást is nagyon tudok idegesíteni, ez már úgy kiderült, de
közben pedig ő is tud engem idegesíteni. Tehát... Igen, azt egyébként mondott te is, meg mondják is rólad, hogy azért te úgy... Tehát, hogy van egy olyan oldalad, ami nem ez a... Tehát, hogy ez nem, ami nem olyan kedves. Na. Tehát, ami ez, a, ez a nagy... Határozott. Igen, mondjuk így. De hogy, és az néha nehezen megy át. Igen, meg talán olyan koordinálatlan, ahogy vagyok, és ez tényleg elviselhetetlen tud lenni. Tehát most ezzel egy rendszerben mit kezdesz? Hogy érted azt, hogy koordinálatlan, ahogy vagy? Hát, hogy ami megmutatkozik a Habpatron videókban is, hogy van egy, talán nem az, hogy nagyon, de egy kicsit más logikám, vagy más életszemléletem, és nekem is nehézséget okoz az, hogy normálisan viselkedjek bizonyos helyzetekben. Mondjuk például egy ilyen interjú helyzetben, mert most egész normálisan viselkedett. Jól megtanultam ezt az életet. Ez egy tanulási folyamatnak az eredménye, mert például nem tudom, azt hiszem, hogy mikor is volt nálunk a VMN-en egy interjú a Gyárfás Dorkával, meg ugye a Habpatron videók indulása kapcsán, ott nagyon sok interjút kellett adni hirtelen. És hogy ott többen is, több interjúvozó, több újságíró is mondta, úgy kezdi, hogy te nem annyira szeretsz interjút adni, és hogy te nem szeretsz így ezekben a helyzetekben szerepelni. Ehhez képest én most nem ezt látom. Hát igen, mert hát egyrészt ugye, ha eldöntöm, akkor az nyilván feladat. Van. Igen. Meg hát nem feladat, hanem van kedvem. Nagyon szeretem ezt a sorozatodat, és nagyon szívesen beszélgetek veled. Nagyon aranyos vagy, köszönöm, nem ezt akartam kierőszakolni. Tudom, de hogy ezt nem is azért mondtam. Tehát, egyébként nem vállaltam volna. Jó, szóval amihez kedved van, azt elvállalod, és akkor azt úgy, és az még akár jól is esik. Tehát még akkor is, ha ez egy interjú, ami alapvetően régen. Igen, nyilván. Aha. Nem csak azért, mert hogy ez a koordinálatlan viselkedés, a többi, ez tök érdekes, hogy ezt így mondod, hogy ebből én most pont nem látok semmit, de azt igen, hogy... Rövid időre össze tudom szedni. Jó, igen, mindjárt szerencsém, mindjárt ott vagyok. De azt igen, hogy van benned egy nagyon erős kettősség, és ezt a kezdetektől fogva volt, amit a Vég Zsolt úgy fogalmaz meg, hogy Mucsi Zoltán és Amelie Poulain szerelem gyereke, amit már szerelem gyerekét én rakom hozzá, de hogy az a, hogy van ez a sötét oldalad, úgymond sötét humor, sötétebb humor, ez a Tim Burtonnek a sötét tónusú figurája, meg a Mangalány. Igen. És ez a kettő így... Talán, igen. Lehet, hogy ez zavarba hozzá. Igen, lehetnél valamilyen ilyen kócs, vagy úristen, ott van egy hely. Úristen, hát mire megpördülünk, addig lehet, nem lesz. De lehet, kettő is van. Igen, mert ide jövünk. Jó, akkor megpróbálok meg oda zenni. Szóval igen, nagyon jól kiismertél ez alatt. Jaj, nem, hanem utána olvastam, meg utána kérdeztem. De ez körülbelül abszolút szerintem itt tök jól belőtted, hogy így mi van velem. Aha, szóval ez az világos és sötét, Mucsi és Amelie. Igen, valahogy ez. Valami ilyesmi. Először is mindenkinek kell, hogy legyen laptopja, hogy látszódjon, hogy dolgozunk. Igen. És akkor Facebookon írogattunk egymásnak. Messengeren nyomjátok? Igen, hogy tényleg ne legyen ilyen hangos. Meg lamba játszunk. Ákos, ő az operatőr. Ő veszi fel, ő állítja be. Azért nézek ki olyan szépen minden felvételen. Ezért írják, mert nem tudják, hogy 13 éves vagy 50. Jó, mondjuk sminkelni, én sminkelek személyesen, és a hajamat is én készítem. Zoli most, hát most már egy jó ideje. Igen, látom, most mindenki iszonyúan dolgozik, nagyon. Messengeren írják, mikor lesz ennek vége, szerintem meddig tart még? Nekem én vagyok ugye a legfontosabb, nekem két gépem is van. Igen. Sőt, ebben nincs gép, de... Elhozod a tokot. Tehát két géped és egy tokod. Igen, és itt van még egy. Igen, nekünk sokkal jobb, mint a Zsoltinak. Mindig lehet őt szídni egyrészt. Másrészt azért ő a főnök, mert valójában ő ért a legtöbb mindenhez. Tehát, hogy ő mindenhez ért egy kicsit, meg egy csomó mindenhez nagyon. De én azért nem mindig gondolom ezt így. Igen.
Szóval, hogy... De hogy ti legendásan jól veszekedtek, tehát hogy gyakorlottan. Tehát ezt még a párkapcsolati időkből átmentettétek, gondolom, nem? Tehát, Ákos, mesélj el. Igen, valóban kiválóan, és nagyon hangosan tudnak vitázni. Sokat. De most az utóbbi időben kevesebb volt. Most igen, azért ritkultak. Azért ez felidőlt. Senki nem lesz fiatal. Nem is forgatunk olyan sokat. De egyébként abból, amit régen csináltatok, egészen az úristenkukac.hu óta, sőt, még talán hamarabb is, tehát az a fajta humor, az, tehát hogy teljesen egyenes következménye az, ami most van. És hogy ez mostanra érett be, hogy mi értünk be, mint közönség, vagy ország, vagy társadalom, vagy mit tudom én mi erre, vagy ti csináljátok jobban, vagy ti találtátok meg a platformot most neki. Mitől, ez most mitől szólt ekkorát? Biztos van erre neked, Zsolt, valamilyen elképzelésed? Igen, szóval ez nagyon érdekes, mert nagyjából amikor mi így összetalálkoztunk, így hárman igen, először ezeket a filmeket, akkor az volt, hogy ez a fajta abszolút trash, ez nem létezett Magyarországon. Ahhoz, hogy a trash-t értelmezzük, kell egy kritikai gondolkodás, amit el kell sajátítani, tehát hogy igazából itt, amit mi csinálunk, az inkább azért edukatív ilyen szempontból, mert az, hogy a mostani világot értelmezzük, ahhoz ad egy kis segédeszközt az Angelika Happatron, uh-huh. Tehát olyan, mint egy ilyen általános iskolai olvasókönyv, hogy így megtanít olvasni. Igen. Tehát igen, látod Angelika Happatront, gondolkozz el, hogy ebben mennyi az igazság, és mennyi a hülyeség, és utána néz körül, és utána minden egyes dolgot, amit látsz magad körül, kb. Ezzel a szemmel nézzél. Nem ez az Angelika csapat, tehát hanem többen vagytok, ugye? Többen vagyunk, igen. Lényegében 10-valahány. 10-valahány ember van, aki ezt valamitől akarja, hogy ez legyen. Ez egy komoly, tehát hogy a legtöbb YouTube csatorna mögött nincs ennyi ember. Persze, nincsen. Igazából most... Mindenki kicsit szívességben van, tehát ez nem egy főállás és segítség, nem? Hát az lenne jó, hogyha egy idő után ez tudna valahogy stabilizálódni, tehát megtalálnánk ezt, hogy ez hogy lesz üzletileg annyira működőképes, hogy tehát most ugye azt találtuk ki, attól tudott ez elkezdeni működni, hogy most mindenki még annyit tesz bele, amennyit még így éppen lehet, uh-huh. És ezért is vagyunk ennyien, de hogy ez hosszú távon nem biztos, hogy igen, lehet. Igen, mert szívesség azért az... Igen, meg hogy... Utána nehezen működtet. Tehát, közben meg erre látod, hogy szükség van, és én nem tudom, hogy mennyire van mondjuk humorérzéke a szponzoroknak, meg stb. De hogy ehhez kellene majd finanszírozó. Szerintem van. Egyébként most már ez tökre van. Inkább csak az van, hogy a kezdeti időszakban nem lehetett pontosan tudni, hogy akkor ez most egy punk dolog, tehát tulajdonképpen igen, mi egy ilyen furcsa globalizáció ellenes punk izék vagyunk, akik szét akarjuk rontani az összes influencerre épülő üzleti modellt. Igazából nem ez történt, tehát hogy mindenkit meg lehet nyugtatni, hogy semmi baj, nem akarunk senkit se bántani. Inkább csak azzal, hogy használjuk ezt a formát. Mm. Tehát, hogy, tehát amit mi kitaláltunk, az, hogy szórakoztató módon, értelmes dolgokról szólva, de hogy végülis ezek influencer videók. Igen, legyen. Ezt már megbeszélt. Akkor jó, akkor ezt eltudtam. Hát de jól mondtam, nagyon jól megtanítottátok. Kb. Így mondtam. Ott hagytam a papírt, amire feliratkozott. Pedig az jó lett. Fejből beszélt végig fejből. Képzelte, egész éjjel memorizált. Igen, na jó sikerült. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Még egy fotót csinálunk. Egy ilyen csapatot is, meg egyet külön is, jó? Ezek a lelkitörések és ezek a kínszenvedések, amiken keresztül mentem, ezek nem feltétlenül járultak ahhoz hozzá, hogy az alakítás jobb legyen. De én ezt nem tudtam az elején. Én azt gondoltam, hogy a művészet oltárán mindent beáldozunk azért, hogy aztán egy sikeres és jól működő alakítás és előadás. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.